A személye körül kirobbant botrányok miatt bejelentette lemondását hétfőn a dél-koreai igazságügyminiszter. Csokukkal és több családtagjával szemben pénzügyi bűncselekmények, csalás és hamisítás miatt indult eljárás. A miniszterrel kapcsolatos botrány megrengette a szöuli liberális kormányt és az egész nemzetet megosztotta. A politikus nem kommentálta az ügyeket, de elnézést kért. Nagyon sajnálom, most visszatérek a civil életbe. Az igazságügyminisztérium és az ügyészség reformjának feladata az utódomra hárul, aki jobb lesz nálam, mondta a dél-koreai igazságügyminiszter. Az elmúlt hónapokban sorozatosak voltak a tüntetések Szöulban. Az igazságügyminisztert támogató és a politikust bíráló csoportok is többször felvonultak a dél-koreai fővárosban a botrány kirobbanása óta. Az államügyész közben a nyomozás további folytatását szorgalmazza.